A környező települések polgármesterei, civil szervezetek vezetői és képviselői gyűltek össze szerdán Tiszavasváriban a Városházán. A Civil Közösségi Szolgáltató Központ a Nemzeti Együttműködési Alap 2023-as pályázati lehetőségeiről tájékoztatta a jelenlévőket. Kis András operatív igazgató azt mondta, a szakmai programokra fordítható támogatásokra már a következő héttől pályázhatnak a szervezetek. Az összevont pályázat jelenik meg október 3-án, aminek az a lényege, hogy 4,5 millió forintig működési szakmai célra pályázhatnak a civilek, de abban nagyobb fajta szakmai vírálat van, és van egy kisebb, amiben maximum 350 ezer forint igényelhető, 7 millió forint alatti éves bevételre rendelkező civil szervezeteknek, ez jelenik meg október 17-én, erre a helyi és területi kisebb éves bevételre rendelkező civil szervezetek pályázhatnak. A Nemzeti Együttműködési Alap 2023-ban minden eddiginél nagyobb 11 milliárd forintos keretösszeget biztosít a szervezeteknek. Erről már a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár beszélt Tiszavasváriban. Szalai Bobrovnicki Vince hozzátette, a kormány többlet támogatást nyújt a civilek számára a megnövekedett energiaárak fedezésére is. A működési kereten belül pályázhatunk arra, hogy az energiaköltségeinket valamilyen módon kompenzálja az állam. Tehát ezt tudjuk nyújtani a civileknek, és szerintem ez egy fontos kérdés, hogy arra számítok, hogy meg fog ugrani a pályázati kedv. Idén is azért elég magas volt már, hiszen a szinte post-covid helyzetben vagyunk. 13.013 pályázat volt, ebből 8.526 nyert, tehát jelentős mennyiség, több, mint az előző években, mondjuk ez a Covid miatt nem csoda. Én szerintem ennél jóval több lesz, különösen az energiakérdés miatt. Tiszavasváriban csak nem 60 civil szervezet működik. Szőke Zoltán polgármester úgy fogalmazott, az egyesületek a város közösségi életének mozgatórugóit jelentik. Nélkülük úgymond nincs élet az adott településen, az adott közösségben. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy van lehetőség arra, hogy a NEA-ban is pályázzanak, és azt gondolom, hogy én is, mint polgármester és más kollégák is azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk segíteni a civileket a saját kis környezetünkben, a saját kis településünkön. A NEA-s támogatásokon kívül itt Tiszavasváriban a közel 60 civil szervezetet egy városi civil alapból segítjük, támogatjuk. Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a civil szervezeteknek talán az eddigieknél is nagyobb felelősségük lehet a közösségi programok megvalósításában. Az önkormányzatok ugyanis az energiaválság miatt a következő hónapokban elsősorban az alapvető feladataikra koncentrálnak. Ha sok civil szervezet van egy településen, akkor azt mondjuk, hogy a helyi társadalom erős, és a civilek bizonyos értelemben olyan feladatokat látnak el, akár a kultúra, az oktatás, a szociális élet területén, a sport területén, amelyeket olcsón, hatékonyan, rugalmasan tudnak ellátni, közösséget teremtenek, és az önkormányzatoknak is érdemes velük tartani a kapcsolatot, sőt, akár szerződéseket is kötni, mert akár önkormányzati feladatokat is el tudnak látni. A fórumon elhangzott, Szabolcs-Szatmár Bereg a harmadik legsikeresebben pályázó megye volt tavaly az országban. Annak érdekében, hogy ez legalább így maradjon, több településen tájékoztatják idén is a civil szervezeteket a lehetőségekről.